Csácsomi csörtészt, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő csodálatos gameplay-jel, ami nem más, mint egy rettenetesen különleges videó, mivel végre 2013. decemberre óta fejlesztés alatt álló Seven Days to Die megjelent teljes verzióba. Vá, gyerekek, és ma innentől nem beta, nem alfa, nem akármilyen omega, hanem teljes verzió. Ami annyit takar ugye, hogy innen már igazából egy roadmap fog esetleg így kibontakozni előttünk, és különböző patchek formájában fogunk kapni contentet, de igazából ez most már itt a végleges verzió. Elvileg nagyon csodálatos újdonságok vannak benne, én igazából még nem tudom, hogy mik, mert nem játszottam vele. Még nem tudom, ti tudjátok? Lehet, hogy már sokan tudjátok. Már toljátok, már norvég is láttam, basszus, már nyomja neki. Körülbelül egy fél óra, fél órával ezelőtt jött ki, de már csomóan tolják neki. Hát a komment szekció gyerekek Steamen az utolsó bejegyzés alatt az egy ilyen százával jöttek a kommentek, hogy mikor fog már kijönni, mikor fog már kijönni. Fél órán belül. Mármint ugye fél órát így pörgettés, 100 komment jött a posztra, hogy amiben bejelentették, hogy akkor az 1.0 ma fog érkezni. Na jó, de nem húzom az időt. Menjünk, azt csináljuk a dolgokat, gyerekek. Mit kell csinálni? Megkönnyíjön mi a Y-t. Mi van itt? Presszor, nem, buton... Mi csináltál? Jó, ez így van. Így vannak itt a dolgok? Küldetések? Ne. Na jó, ez már oké, már most itt sok nekem. Menjünk, csináljuk gyorsan, hogy kell ezt összeszedni? Az a régi módszere működik? Gyerekek! Hát mitől, mi folyik itt gyöngyösen? Na, gyorsan szedjük össze fibert, meg mindent is, meg külyeket. Azt csináljuk, mert túl kéne élni. Hú, a grafika egyébként minthogyha egy jobb lenne, mint eddig volt. Hát egy kicsit szerintem változtak itt sok dolog. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Woodot is kellene szerezdünk, azt mondja. Hát ez lehet, hogy nem tudom, várjál. Az előbb valahogy hogy szedtem, nem? Küljed, várjál, kül. A wood, honnan szereztem woodot? Ez adott woodot? Ez ad woodot is, basszus. Jó, akkor kellene craftolnunk. Egy darab stone. Oké, lecraftoltuk, ezt ide is rakjuk. Mások a hangok is. De jól néz ki az a balta, gyerekek. Én nagyon régen nem voltam. Missy Szeg. Nagyon régen nem játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy az Isten tudja, mit nem kell csinálni még. Meg stone kellene harvest. Ezt jó gyorsan kiszedte, ez ilyen gyorsan szedi. Minden tizébe hagytam egyébként defaulton, szóval a keeper nem trükközik semmit. Jaj, most jöttem ki tényleg ez a játék egy fél órával ezelőtt. Szalál komolyan mondom, mármint ebben nincsen semmi túlzás. Igen, akkor végig kell menni ezen a basic questeken, és akkor gondolom hasonlóképpen fog folytatni. Jobban néz ki ez a játék, mint eddig, nem? A primitive outfitet kell csinálni. Oda néz, mi ez? De jól néz ki. Craftoljuk le, gyerekek. Oké, okay, ezt fel is kéne vennem valahogy, nem? Virálni kellene, oké. Okay. Kellene craftolnom egy modern... Ja, nem tudom, mit beszélek, hogy ez. Igen, kell nekünk egy ilyen is, azt elrakjuk innen. Jaj, de jól már most látom! Egy bow-t is kell craftolni. Meg biztos izéket kellene, arrow-t kellene craftolni. Ebből kellene csinálni, amennyit tudok, gyerekek. Arrow, oké. Okay. És akkor meg kell nyitni a challenge window-t. Pillanat, ezt craftoljuk. Mivel nyitjuk? Meg az Y-nal, ugye? Igen. És akkor... És ezért mit kapunk egyébként? XP-t. XP-t kapunk. Jaj, de jó. Hát akkor végig toltuk ezt. Rendben, nagyon jó, megcsináltam, és akkor jön a következő, vagy mi jön most? Mit kell csinálni? Good job. Oké. Okay. Hű, igen! Van izé, van, boltoshoz kell venni, ez mi? Külyet felveszünk, gyerekek, lootoljunk mindent, úristen, tök jól néz ki egyébként. Hát hogy mondjam, mit akartam mondani? Izé, random generált mapon kezdtünk.
Nem, egy csomó minden szerintem nekem újdonság azon kívül is, ami az 1.0-ba így bekerült, mert nagyon én nem játszottam ez a játékkal nagyon régen, úgyhogy biztos, hogy tele leszek újdonsággal, tele leszek élménye gyerekek. Jaj, de nagyon várom a dolgokat. Várjátok, volt egy baóm. Egy íjacska, egy nagyon szép íjacska. Tudjátok, én szeretem az íjászkodást. Most mit csináltál? Nem azt akartam. Az mi az? Mit lehet azzal csinálni? Valami van ott rajta, egy ilyen ikonbikon. Na. Oké. Okay. Betárasztunk. Jó. Közben meg mindent lootolunk, jó? Hát ez az autó nem lett szebb. Egyébként túlta plusz grafikán van, nem tudom, így beállítottam mindent nyérre. Ezt tudom. Ja, nem valami szépek ezek a kocsik, ezek sose lesznek szebbek. Nem tudom, ezzel annyira nem foglalkozom. Nézzétek meg, hogy néz ki. Nagyon okádék. Meggyűjt az első versenyzője. Figyelj, szépen. Bír. Mondjuk fejre kellene durrantani, nem? Én voltam mindig itt a te... Micsoda? Ne szórakozzá, testvérem. Ilyenkor meg ugye... Fejbe kéne húzni a csávot. Úgy de. Meg is történt az esemény. Kellene... Na, saját árnyékomtól megijedtem. Majd egy csontkést kellene eszkabálni valahogy a gyerekek. Ja, ezekkel az autókkal nincsenek kibékővel készítők. Én nem vagyok az a fajta, hogy én itt el fogok állni a dolgoktól, hogyha szar dolgot látok, akkor szar dolgot látok, akkor szét fogom fikázni. A grafikát nem lehet följebb állítani, azt nem mondom, mármint, hogy úgy nem a keeper hibája a szarok. Ja, miket találok én itt gyerekek? Mi ez? Oké. Okay. Tanuljuk meg. Megtanultunk dolgokat, valamirű. De tényleg nem akarom húzni az időt, mert problémák nem kicsik hitten. Kukázok mindent ám. Ezt megtanult a keeper ebben a játékban, könny jobbni. Gumi? Nem kell? Izéni, homokozónak? Nem kell nektek valakinek? Nem csúnya ez a játék. Azt kell mondanom, hogy azért már alakulóba vagyunk. Hol van az óra? Ja, ott van, 9 óra 26. Tök jó. Egyébként, írjátok, sorozat legyen belőle, vagy ne. Jó? Majd azt írjátok meg. Egyébként, ha csinálunk belőle a sorozatot, akkor annyit szerintem mindenképpen magamnak is meg kell ígérnem, meg nektek is, hogy nem a beássuk a magunkat, a főrülár dolog lesz, hanem valahogy teljesen máshogy kellene csinálni, mert azon egy kicsit ilyen nagyon snosz lenne. Hanem esetleg van, hogy milyen jó hegy! Annak a hegynek a tetejére akarok felköltözni. Bocsánat, hogy ilyen bolond vagyok, de nagyon nagyon élem. Ja, annak a hegynek a tetejére felköltözhetnénk. Itt közel van a boat, meg minden. Jót ez? Oh. Ez majdnem leütött. Kicsit nem erre számítottam. Jobb gombbal akarok ütni. Elvileg az ilyen nagy ütés. Majdnem kiütöttem az aszfaltot alatta. Jó néznek ki itt a dolgok, gyerekek. Na, meggyűjtünk a boatba. Beteszem, nehogy begyűjjön valamit. Mi a francok van, a teherautók, meg minden. Helikopter leszálló, ne szórakozzál. Egyébként tényleg nekem itt úgy leszám minden, srácok. Az a baj, hogy most emiatt eltökölök itt egy csomót. Mit mond? Check Trader Inventory. De checkeljem a Trader Inventory. Ott egy traktor, gyerekek. Mi ez? Itt mit lehet? Szétlopni, mert... Jaj, de megértem. Szétlopni magunkat, mi? Arra jó ez. Tikok. Tikoknak a helye. Nem mondod? Ez volt eddig? Jó néz ki az a traktor. Kár, hogy nem lehet vele semmit csinálni. BTM keverő. Volt benne ebben is egy jó kis magazin. Figyeljetek, ilyeneket szerintem jó megtanulni. Gondolom XP-t is ad, amúgy is. Itt is ki lehet menni. Gyorsan így körülnézek, hogy esetleg valami lootolási dolog. Itt ezekben a játékokban, gyerekek, az nagyon fontos. Ja, ezt nem nagyon... Várjál, leszedni se lehet? Nem.
Ezekben a játékokban gyerekek az van, hogy lopjad szét, mint magadat. Az a lényeg. Hoppá! Volt egy csomó rész. Ezeket nem tudom használni, ezeket csak izé lootolni lehet. Jó, és akkor körbeértünk, ugye? Meg már valaki rúgja a port az ajtóba. Jó napot kívánok, megjöttem. Figyelj! Itt a masina belül. Van még egy. Itt nem lehet semmit lopni. Hát egy kicsit jól néz ki a dolog, meg olyan, azért van egy epic hangulat, nem? Kitöröm a lábam, instant! Képen vagyok rá, gyerekek, ismertek. Tényleg, most az a lényeg, hogy lopjak annyit, mint az állant. Halljátok, kitöröm a lábam instant, akkor az úgy szupi lesz. Le sem merek menni, testvérem. Szól valami csodálatos zene. Csávó ilyenkor mit néz, hogy én itt ellopom, kilopom a szemét, ha? Szerintem, hogy... Futi. Jó, szevasz haver! Azt mondják, csekkoljam az inventory-dat. Mit csináltál? És ezt valami, nem értem. Inventory. Jó. You got a fucking crush on me or something? Ja, csekkolom az inventoriát, aztán jó világ, ugye? Figyeljetek, nem tudom, hogy meg érdemes-e megtartani dolgokat. Tartsunk meg dolgokat, de várjál! Azt mondja, csekkeljem az inventoriát. Hogy ahhoz, hogy kompletteljem a questet. Akkor megvan ez? Megvan. Fölvetem az XP-t. Meg ezért is, mert valamit megtanultam. Jó! Jó! És akkor innentől... Ennyi. Hát ez itt akkor... És akkor be tudom trackelni is. Ha scrappeljek itemet, hát akkor igazából vége a questes dolognak, ugye? Ezeket megcsináltam. Jó. Ja. Harvesting. Jó, innen akkor itt elengedték a kezünket, ugye? Nem, az, ez kellett. Így kellett kiválasztanom. Nem volt neki elég, hogy én választom ki. Ilyen land claim blokkot kell csinálni. Jó, azt hittem, hogy vége. Mondom, hogy Scarlet volna, érte. Jó, és ezt le kéne raknom? Jaj, izét nyomtam. De ha rakjam le valahol, ezt le tudom ide is rakni? Hát ez jó lesz nekem, hogy ezt én ide lerakom? Én ezt se tudom rakni, jó. Húzzunk innen, ezt lerakom ott kint valahova. Föl tudom ütni? Nem, basszus, nem a Manchester itt a dolgokat. Elvileg az az, hogy ugye... Mit csináltak? Ugye az azt csinálja, hogy így oda... Nem tudják elbontani más játékosok, ha jól értem, ugye? Valami ilyesmit csinál. Oké. Okay. Föl is vettem. Azt mondja, hogy csinálják egy bedrollt. Ezek mik? Van ilyen, ilyen körmerű, még nem is láttam ezt. Bedrollhoz kell a fiber. Az a baj, hogy nagyon nem tudunk bámészkodni, bocsi. Mert ugye ez ilyen rohany az idővel típusú játék ilyenkor. És egyébként full izé. Full. Ha. És akkor tartsam meg, vagy rakjam. Jó. És akkor rakjam le. Oké. Okay.
A building blokkot kell neki most craftolni. Hát egyébként itt egyelőre ebbe a questelési dologban ilyen sok újdonság nincs. Meg lehet, hogy ez már benne is volt a régebbi verzióban. Csak a Keeper nem találkozott vele. Igen. Jó, lerakjuk, és akkor mit kell most? És tizenni kell, upgrade-elni kell, fogadok. Oké. Okay. Csak egy ajtót. Ó, a szemetek álljon meg. Oké. Okay. Most komolyan ide csinálok, mint az... Vackot. De mondjuk lehet, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, hanem most ezt tudnám csinálni a később is, nem? Sáncok, a francba, ha már. Jó, ez szerintem gyerekek. Ezt nem tudom fölvenni. Ezeket szét tudom verni, érdemes szétverni. Na csak azért, hogy ne legyen itt. Hát nem érdemes. Srácok, kell keresnünk inkább egy helyet, ahol tudunk éjszakázni. Én azt mondom, hogy azt tudjuk csinálni később is, ezeket a küldetéseket. Most, hogyha erre ráfeszülök, akkor itt estig tökörészünk, és akkor az lesz, hogy meg fogunk dögleni éjjel. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt valami, én preferálnám azt, hogy valami jó magaslatra tudnánk letelepedni. Ugye mindig azt csináltuk, hogy bástuk magunkat. Nem mondom, hogy nem fogunk föld alatti létesítményt létrehozni, de ne az legyen a prioritás, nem? Hanem menjünk tovább most inkább egy kicsit. Fú, egyébként random generált mapon vagyok, azt ugye szerintem már mondtam, meg gondolom, hogy rájöttetek. Azért elég kaotikus. Elég kaotikus. És, ja, meg nem sivatag, jó? Most már hagyjuk már, engedjük el a sivatagot, mindig sivatagba költöztem, az is egy kicsit öngány. Várjatok, izét, az kéne... Tollakat kellene, hol vagy? Tollakat kéne majd keresnünk. Mert kellene ennek nyilvesszők, bírom, én szeretek nyilászkodni, vagy ijászkodni, vagy mit tudom én, hogy mondják. Ja, itt ez fölfele megy ez az út, ez tök jó. Ez eddig tetszik. Ja, mindenképp valami magaslatot én tudnék értékelni. Meg itt van közelben most ez a boltos, ez tök jó. Ugye questeket tudnám csinálni itt. Ugye megnézzük. Ez tényleg megy föl. Ez tök jó. És már azért annyira nem szar a random generált map, úgy látom. De még mindig az a gond, hogy csinál egy ilyen síkot, nagy hegyet. Ó, mi ez? Hoppá, hoppá, gyerekek, itt van fenn egy házikó. Ja, látjátok, meg ilyen az út, így megy. De ugye az a baj, hogyha nem random generált mapon mész, akkor meg mész azon a gyári mapodon, az meg ilyen tök uncsi már. Elvileg kiírja, hogy mennyire nehéz. Tök jó, ez tök jó. Közel mész, akkor már mutatja, hogy mennyire nehéz. Ugye most már mindenhol van elvileg, ha jól tudom. Ilyen loot. Úgyhogy ez is például ilyen kilootolható cucc. Srácok, én nagyon fölmennék valami magasra, nem tudom, hogy mennyire tudok. Túl vagyunk terhelve, ja. Látom. Fölmennék valami magasra, aztán megnézném, hogy hol tudnék letelepedni. Meg talán azért túl tudnék élni fönt egy ilyen magaslaton, mert azért elég jól be tudom védeni magam, nem? Meg kerülni kéne ezeket a hülyéket, bár aztán ez a... Itt előbb-utóbb az lenne, hogy kitöröm a nyakam, mi? Gyerekek, valahol le kéne telepednünk azért. Ez elég kaotikus az a sziklás rész. Viszont szeretem, hogyha jó messzire állátunk, ott egy város. Meg ott egy város. Ez jó, bírom, hogy ilyen végtelen látótávolságunk van. Na figyeljetek, fölkapatunk erre mindenképpen. Kaja meg pia se ártana. Majd. Ott is van valamilyen. Milyen látótávolságban? Azt a mekkora hegy tessel ére jó az úrba. Nem tudom.
Mennyire tűnik jónak ez a random generált map téve, gyerekek? Mármint, hogy ez olyan fura. Fura egyébként. Valami jó? Ott a sivatag. Igen, tudom, mondtam, hogy nem sivatag. Bármennyire is fétisel a képőrnek a sivatag téma. Mindjárt fölmegyek a tetejére. Megnézzük, gyerekek. Ilyen, mennyire meredeken tud ezt felbászni. Jó. No. Ez tök durva, nem? Ez ilyen meredeken szokott közlekedni. Nincs külső nézetünk? F1 vagy nem tudom mivel. Biztos van valamivel, csak hülye vagyok hozzá. Régen játszottam el ezzel a gyerekek, tényleg. Ott is van valami, nézd. Hát jó fölmentünk ide, basszus, az biztos. Innen leesek, akkor instant halál. Ú, srácok, mi nincs itt? Ott is egy város, oda nézzé. Jaj, várjál, na egy kis zoom így. Nem sok. Annyira nem tetszik nekem ez a... Olyan fura az egész. Ez a hegy, ez viszont epic, brutál nagy. Az a baj, innen, amire levergődök, arra meg a... Levegy a íze, levegy a nap, nem? Most ilyen hegytetőre följövök, annak se lesz így nagy értelme. Nem tudom, hol telepedjünk le. Tudok csinálni, várjál, ilyen izéken csináljunk egy párat. Meg tudunk védeni magunkat, ha úgy van. Na, innen azt körül tudok nézni mindenfelé. Jöhet, ott van egy nagy város, gyerekek, ott van egy épület. Azért ez nem rossz, ez ilyen nagyon központi frekvent. Tehát azért figyeljetek, húztak oda egy hidat. Van egy luk, tetejére meg egy híd. De ez a baj egyébként az ilyen random generált mappal, hogy azért elég fura tud összejönni neki a procedurális generálásnak, hogy mondják ezt. Fura dolog tud jönni ki belőle. Viszont rengeteg város meg minden van, úgyhogy ez nem rossz, nem rossz. Nem rossz, gyerekek, de végig is valahogy, nem tudom, hol telepedjek le. Hol telepedjünk le? Tipródok, mint izé, vagy forgok, mint kurva a laborba. Így, gyerekek, le ne essé, hülye gyerek. Egyébként egy ilyen nagy toronyház tetején letelepedni, ez nem lenne egy kicsit nagy képű? Nagyon kaotikus ez a szikla egyébként, hogy így van megoldva. Menjünk vissza a házhoz. Volt egy házikó-e? Tudod? Szerintem abban a házikóban töltöttem az éjszakát. Elég furcsa nekem ez a random generált map. Ugye az a tök jó a rendes mapban, hogy ott azért szépek a dolgok, ugye ott megtervezték a készítők. Csak az a gond bele szerintem már, hogy ez rohadt unalmas. Szerintem egyébként az utolsó verzióhoz képest azért nem olyan epic nagy változás van így az 1.0 lában. Mert hát ugye... Azért ez folyamatosan fejlődött, ez nem úgy alakult ki, hogy hopp, most 1.0 lett, hanem 11 éven keresztül fejlődött. 11 éven keresztül, gyerekek. Ti emlékeztek, milyen csúf volt? Amikor kezdtük, azt nem is tudom, szerintem legalább 7-8 éve kezdtük mi. Akkor már ilyen epic ronda, akkor már akkor is epic ronda volt, úgy akartam mondani. Meg ilyen nagyon fapad volt az egész játékmenet, ahhoz képest most már sokkal inkább érdekes. Na. Hát ezt meg kéne nézni, ezt a helyet, gyerekek, azt max egy éjszakát itt eltöltünk, nem? Azt se baj, ha észrevesznek. Tudom, hogy ez mindjárt csörömpölni fog. Hude para. Az a rendesen para. Elvileg van már ilyen dinamikus zeneváltozás. Meg minden szar. Úgyhogy jó ilyen horroristikus hangulatot tud kölcsönözni. Megjött az asszony is, jó van.
Az íjaszkodás az nem a legerősebb dolog. Úgy látom. Adjuk az asszonynak is. Nem adunk neki. Várjál már! Kicsit túl vagyunk terelve, szerintem lassabbak vagyunk, nem biztos, hogy jó. Jó. Ezeket nyakon vertük, gyerekek. Nem tudom, hogy vannak-e még, mindjárt megnézzük, milyen loot lesz ebbe a csodálatos házba. Az a baj, szarra vagyunk terhelve, jaj, tudja a keeper. Hey, lol! Még mindig négyel. Jó, gyerekek, mi van itt? De várjál, nem az a baj, hogy... Számítasz, hogy melyiken van? Nem, ugye? Vagy igen? Nem, jó. Hülye voltam. Még kettővel? Még egyel? Jó, ezek ugye nem tűnnek el. Remélem, nem emlékszem rá, hogy... Lehet, hogy egy idő után igen. Mi ez a hang? Halljátok, ilyen para hang van egy ilyen házban, hogy a francia sem belekészítőkbe. És megint, azért megint megoldom, hogy túlterheljebb magam, érted? Mi van, Gizi, hum vagy? De tényleg el... Ú, de megijedtem ettől. Rendesen ilyen para hang van, tök durva. Valamit tanultunk. Gyerekek, ez a játék, ez jó. Azt kell, hogy mondjam. Megjött Jani. Ki lehetem nyitni az ajtót, haver? Nem kell szétverni a berendezést. Tehát ezt majdnem elkapott. Ez gyors ez a gyerek. Srácok. Megint veri szét a berendezést. Lehet, hogy lejön a lépcső, öcsém. És akkor ilyenkor... Gondoltam. Hátba vert a csávó. Hűj! Jaj! Mi a fasz? Nem áll meg, ha a szülye gyerek egyből. Testvérem, az úrban majdnem meg... Mi volt ez a dagadt állat? Rendesen borsozik a hátamon a bőr, vagy a szőr, vagy hogy mondják a... Szőr az ebb borsodik. Várjál, ezt le kéne dobnom, azt akkor ott élek újra, ugye? Vagy valami ilyesmi van. Azt a betyár gyerekek, hát mi történt? Mi folyik egy gyöngyösön? Várjál! Azt nézem, hogyha lerakod ide, akkor az nem számít olyannak, mint hogyha hordanád. Viszont tudjátok, mit veszek észre, hogy ez könnyebb ez a játék? Mármint régen emlékszem, megütöttek, akkor minden bajom volt. Véreztem, szemem kifót, most meg azért elég jól bírja. Csávó meg megint nem tud lejönni lépcsőre, az üti azt a rohadt korlátot. De ugye föl se tudsz menni, mert akkor meg izé, hátba húz. Biztos vagyok benne, hogy az van megint. Valamit itt csapkolódik a gyerek. Az öt tököm ki van ezekkel, ezek rendesen parásak ezek a csávók. Te öcsém, ha mi van itten, bazze? Nagyon jól néznek ki. Sokkal keményebb a parafaktor, mert ilyen rohadt jól néznek ki, gyerekek. Fú. Minden jól, jobban néz ki, és amiatt tényleg ilyen tök para. Mi volt az? Nemhogy még mindig kettem, mi történik itt, bazze? Hányan jönnek már rám? Sokallom már, he! Gyere le! Nehogy ezt te kezd ütni! Jó, anyukának több esze volt, az ne ugrott te! Nem rendeltetésszerűen használják a lépcsőt. A mutert fejbe vertem, jó van. Mertünk föl. Mindjárt rendbe teszem a csávót is. Hallod, ez a kerít, ez be van bogyolódva ebbe. Az a... Ja, jó van, mindjárt kiüti. Ezt akkor leszédül talán.
Kicsit húzzál bele, haver, mert lemegy a nap. Üssed már, na! Na-na. Na-na. Hello! Szevasz, szevasz, tesó! Jó. Jók vagyunk, gyerekek, komolyabb élem, élem a dolgot. Alig sebződtünk, meg is vagyunk szerintem. Figyelj, megy a tévé, nem hiszel el. Lávertem egyet azért. Ez nagyon jól néz ki ez az egész. Tetszik, gyerekek, tetszik. Hoppá, megy ízé. Mennyi könyvecskét találtunk, gyerekek. Annyi XP lesz. Mit tanulunk meg egyébként? Harvesting tool craftingot, gyerekek. Oké. Okay. Kettes quality-t megtanultuk. Tök jó. Valami workstation crafting tool. Spear-t tanuljuk meg. Baze, stone spear quality 2. Hány a max quality? 10 vagy pedig 100? Nem, gondolom 10. Azért nem vitték túlzásba annyira szerintem. Aha, és meg is nyugodt a zene. Tök jó, ilyen dinamikus a zene, hogy... Tudod belőle, hogy vannak-e, meg nincsenek-e. Mindent is megtanulunk. Ó, lőszer, he. Figyeld a... Jó, micsoda lőszer volt? 2 iron arrow. És ott is, rengeteg ilyen van. Medical crafting skillünk nő tőle. Ez jó, az ajtó azért. Ki lehetett ülni. Ja, le lehetett gondolom minden scrapölni. Hát igen. Skácok, skácok. Hát ez nem rossz ez a dolog. Kihaj, kutya! Kutyával meg lehet engem bőnni. Kutya, ott is a kutya! Gyerekek, ez a kabin ez egyébként így nem lenne rossz, hogy így szokára, ugye? Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Meg figyeljetek, ha kell neki adni egy esélyt, 1.0-ba vagyunk. Tehát a készítők azt mondják, hogy ez végleges. Ők úgy gondolják, akkor szerintem mindenképpen. Tök jó egyébként, hogy fölfele lassabban mész, lefele meg sokkal gyorsabban. Ez nagyon, ez tök jó meg van csinálva, ez is nagyon tetszik. Egyébként szoktak lenni ilyen, azt akartam mondani, ilyen rejtett dolgok, képek meg ott régen. Erre meg pont be is markoltunk egyet. Okidoki, okidoki. Várjál, nincs pince, van pince? Hoppa, hoppa, he. Nem férünk át? Nem. Megnézzük, lenézzünk a pincébe is. Egyébként várom az ötleteket, hogy mit gondoltok, hogy adjunk el neki egy esélyt. Meg fiú. Ja, várjál, ez... Aha, gyanús volt, gyanús volt. Az a baj, ugye azért is nem kapunk jó lootot még, mert konkrétan szarok a skillek. Meg ugye a játéknak gondolom a nehézsége, hogy növekedik. Meg a napok száma úgy változik a loot is. Hogy milyen lootokat tudsz kapni. Ezek mi? Ez semmi? Megnézzük, mi van a garázsba, gyerekek. Megint szarrá vagyunk terhelve, de... És legalább kiderült számunkra, hogy ne nagyon dobálják ki semmit, mert eltűnik, mert el is tűnt a francba. Ez jó. Ott van benne, tessék, robbantás dolg. Ezt úgy szoktam utálni. Ez el szokta törni lábat régen, nem? Oda nézz, milyen jól néz ki. Figyeld, nagyon jó egyébként. Ha! Lopakodás, gyerekek. Ez volt régen? Egyébként tök jól néz ki ez a játék. Sőt, biztos volt régen. Ja, de nagyon jól néz ki, tetszik, figyeld. Látszik a gerince, minden. Lógnak a belei, ahogy köl. Ahogy a normál esetben. Lógnak a belek. Ez nagyon szép tud lenni a játékban. Tudom, most azt mondjátok, hogy elhülyéskedem, de... Ma egy kicsit sok kávét ivott a keeper. Józoljuk.
Ja, tudom, egyébként lehet, hogy használtam olyat, amelyik... Nincs oda raklapok. Nincs is ekkora raklap a világon. Jó, srácok, tök jó egyébként. Én azt mondom, nem rossz. A környéke annyira nem vagyok kibékülve. Még egy kicsit fogok közlekedni. 19 óra 17 van. Legyen inkább egy ilyen felfedezős dolog. És segítsetek! Írjatok, hogy szerintetek hogy legyen ez az egész. Figyeljetek, ki is fogok szórni cuccokat, mert most akkor miért ne legyen kiszórva. Közben jön a némbel. És egyelőre kidobálom, mert ez tényleg lehet, hogy akkor át fog menni egy ilyen... Teszteljük a dolgokat részbe. És akkor vonjuk le a konklúziót. Igaz, egy rész alatt annyira nem fogod tudni velem együtt. Tök jó, van futásikon ott, látod? Ez tök jó, meg van csinálva. Egy rész alatt annyira nem fogjuk tudni levonni a konklúziót, hogy mennyire változtak a dolgok. Így, nem tudom, ez régebben volt-e. Figyeld, mi az? Mire volt? 5 zombiért kaptunk XP-t. Ez tök jó az XP fejlődési rendszer egyébként, ez egy nagyon cool dolog. Aha, és van izé is. Van Advanced, meg Basic. A Basic-et letolod, akkor rá tudsz menni. Ez gyakorlatilag ilyen, hát, hogy mit mondjak rá, inkább ilyen, olyan, mint egy achievement rendszer, amiért kapsz még XP-t is. X dolgot megcsinálsz, mert ahogy láttam, itt azért voltak komoly dolgok még. Összesen, izé, 50 darab. Mi volt az? Kávét harvesztel, ja nem is erre akartam jönni. Ja, nézzük, ezek jól néznek ki, ezek a fénypászták. Napsugarak. Sunshine. Ja, látod, ilyen full síkság. És ugye nekem ez annyira nem jön be, hogy a random generátor tök csinálja ezt, hogy így dob egy ilyen nagy sík felületet, utána bedob két hegyet, utána megint bedob egy nagy sík felületet, és egy ilyen epic sík, érted? Hogy ilyen tényleg semmi domborzat. Nem tudom, srácok, vagy pedig a random generálásnál állítsunk be valamit, vagy hogy legyen? Hoppá, milyen szar ez? Ez micsoda akar lenni, ez tök jó. Taranyi. Szerintem nem is láttam még ilyen épületet a játékba. Régebben. Éhesek vagyunk, hely. Micsoda dolog ez. Meg szomjasak vagyunk. Hát ez a part tök itt. Ez mi az anyám? Három a szintű. Ranger Station Alpha. Három a szintű, akkor az magyarul... Meg fognak minket ruházni, mind a szart, mi? Még jó, hogy itt nincs ellenfél, ami lő. Hú, ez mi? Aj! Megjöttek anyuék! Figyelj! Hoppá, szevasztok! Ennyi volt! Lol! Már nem hiszem, hogy sokáig ki fog tartani. Vigyázz! Ja, ez futott, bazze. Ez futott? Gyerekek, csávó, egy csaj az megindult rendesen felém, láttad? És hol vannak a fiúk? Nekiálltok a mentőautónak, jó van. Annak benyomtam egy kritikál hitet, vagy mi volt? Vagy ilyen low HP-ja volt a gyereknek. Aha, ott is várja. Kinyitom neki az ajtót. Ja, nem tudom, jó. Gyere ide! Haver! Ó, van kutya, bassze! Harapós ráadásul. Ez mi ez a valami itt, gyerekek? Csáva meg aprítja az ajtót ezerre. Miért? Hogy néz ez ki te? Rendesen félek tőle. Generátor. Lehet, hogy valami küldetés téma volt, mi? Hú, most meg fogtok izélni, meg fogtok kövezni, hogy itt csak elhülyéskedem.
Figyelj, oda nézzél. Bazen, hogy a tökönbe ad ennyi? Oda nézzél, mi az? Olyan bod volt, baze. Villanyos. Hogy kell bekapcsolni villanybotot? Enne nem igen villanyozik. Hogy az így van. Hé, csávó meg kijött közbe. Itt a villanybotta, megcsaplak. Szekrázik a feje. Hú, a csőn milyen lutok vannak, gyerekek? Nincs egy kicsit túlzásban, mivel itt a lutolás meg minden. Hát ennyi lutot nem szoktam szedni, érted 3 hét alatt a izébe. 7 Days to Die-ba. Ott a csávó, he? Ennek oda vertem egyet, de minek? Meg megy a tévé. Az se volt eddig. Lehet tévét nézni? Van hogy adás van? Egyébként van ennek az egésznek egy lória, azt tudjátok, hogy kitalálta ki ezt a token dolgot. Valami fickó. Egyébként nekem egy... Ja. Hú, mi volt ez a csém? Kicsit kicsapta biztosítékot a gyereknél. Baze! Ez kritikál hiteket ütök? Vagy mi ez, hogy így egy hitelem őket gyerekek? Nekem ez kicsit meglepő, de nem tűnik nehéznek ez a projekt. Várj, beteszem az ajtót, hallod, mert még a végén bejönnek itt az emberkik. De milyen jól néz ki az a lemenő nap, figyeld! Ez jó, jó néz ki az a játék, gyerekek. Ne! Hát ez meg mi történt ezzel a drótkerítéssel? Hallod? Ez nem volt mindig ilyen. Jó értelme volt betennem azt az ajtót. Jó van, gyerekek. Sikerült, megint megoldanom a problémt. Ha, autószerelő, banda. Fölfele mindig nézni, mert potyognak ám ezek. Fia, oda bemész, véged van. Hú, vannak, hú vagytok gyerekek? Már szütyörögnek. Gyertek le! Van egy izé, van egy gomb. Jó, várjál! Bocsánat, elnézést! Nem akartam! Kicsit ott voltak a csávók. Na figyelj, itt felmegyek. Hát... Ne legyünk már ezek töketlenek. Baze! Ez meglepő volt, gyerekek. Leszakadt a ezek kecónak a oldala. Jó. Ez egy nagyon jó helyen vagyunk. Nincs itt senki. Elnézést, szarba vagyunk. Oda csukta, figyelj. Mit csináltál? Baj van, Sanyi. Új, oda vertem a vasnak egyet, apám. Térdemet letörte, csávó. Én meg leütöttem a fejét. Azt a bégyár, gyerekek, és milyen jó köd van, nézd oda, milyen epic jól, egyébként epic jól néz ki ez a játék. Most ez halál komolyan, nem? Ez a játék, ez sokkal jobban néz ki, mint nézett. Ja, oda át lehet izélni, evickélni, meg oda föl, gondolom, tele van zombival. Hát de gondolom, van zsír loot lehet fent. Megpróbáljuk, gyerekek, így. Gatyába. Egy darab ilyen villámló botta. Bekötöttem magam, ne vicceljék. Ki vagyok tanulva ám ez ügybe. Valami le kéne menni, de nem kéne eltörnem a tírnemet. Mindjárt olyan sötét lesz, mint a... az éjszaka. Mert éjszaka lesz csak azért különben. Az a gond, hogy nem látok lemenetelt. Hát én leugrok, bazze. Figyelj, kemények leszünk. Hoppá, ez bírta, jó. Rendet teszek! Aztán mondd, leszakadt ott. Mi volt ez a durranás? Mami! Kifektettem 7 perc alatt, gyerekek, ne viccelj. Jaj! Az apátok szömít azt, hát futtok már ti! Körül itt a balhé, hej! Jön a mama. Hú, bazza gyerek, olyan kemény vagyok tényleg, mint a Rambó. Hát most nagyon élem, hallod? Hát gyertek rám!
Hát borsod van itt a gyerekek. Minden egyik meg akarja nézni a telefonomon az időt. Basz, hogy tök jó az a hold. Hát mennyire jól néz ki az a játék, és basz, miért nincs és 22-42 van már, ilyen kemény vagyok, hogy ilyen. Tudom. De nincsen sötét. Vagy csak megszoktam, hogy izébe van mindig sötét, melyik játékban tudod. Hallod, itt leteszek, mindenkit kigyírok, öcsém. Komolyan mondom, tiszta Rambóba vagyok. És nem azért tiszta büszke vagyok magamra. Seven Days to Die-ban ilyen insta kill szokott nálam lenni, mindig megszoktam halni, gyerek. Nyomjuk ezt szteroidot, hallod? Benyomok, basszus, nagyon durva leszek most. Ne viccelj. Volt ott még valami, mindent is megeszek. Nitrátot, ilyet meg kell enni. Ja, nem tudom megenni, megettem volna. Mind a ízét, tudjátok, hogy a Parasz bácsit kérdezik, hogy aztán maga látott már parabolát? Én láttam, még ettem is. Mikor nem tudja, miről beszél valaki, tudod? Na, hát rendet rakok itt mindjárt. Nem tudom, valahogy ez... Ja, hogy? Ez lement, érted? Várjál. Kicsit ott maradsz lent, amíg rendet rakok itt föl. Juhúj! Hát bazze, mit? Hova nézz itt, hallod? Rendesen izé vagy... Mi a franc? Ott a mennek lenn. Rendes izébe vagyok, gyerekek. Hát... Chuck Norrisnak meg a izének a keveréke vagyok. Miért ilyen kevés a staminám? Oda mész, pihenjé. Jó, ajtó betesz. Szerintem nincs kajám egyébként. Jó, hát le vagyok kicsit robbanva. De hát ez van, gyerekek. Harcos élet. Harcos életben vagyok. Rohadt jó. Egyébként ez a hold, ez hogy néz ki? Meg minden ilyen tipikus, ilyen nagyon... Fú, jók ezek a shaderek, meg minden. Itt valami van, füstölögnek a dolgok. Figyeljetek, itt még meglepnek engem. De olyan déjà vu érzésem van, mint hogyha már jártam volna itt. Jaj, tudom, hogy utáljátok, hogy ilyen hülye vagyok, de én nagyon élem ezt a hülyeséget. Hát mi a potyogunk le innen? Na mi van, nem jön senki? Fölmegyek a hajatokért, gyerekek. Benyomtam a szteroidot, hát most nagyon kemény vagyok. Hűha. Itt egy hálózsák, itt valaki megpihent. Figyelj, itt a izé. Mi ez? De jól néz ki, hát még nem is láttam, hogy itt ilyen izék vannak, ilyen poszterek. Ez tuti, hogy a készítők. Legalábbis, hogyha én készítő lennék, akkor ilyen easter egg-eket így besorakoztatnék. Könyvek vannak. Oda nézd, mennyi könyv. Hát itt rendesen le tudnék telepedni. Hát igaz, hogy enni nem eszek, de szellemi táplálékom az rettenetesen sok van, úgy látom. Hova tűnt az a könyv, hallod? El akarom olvasni most. Tényleg, nem. Combine tanfolyamot is elvégeztük, tökéletes srácok. Amúgy bazen, élem ezt a gémet. Hűha. Valaki nyugtalan lett, gyerekek. Mi történik? Valaki... Mi a pöcsön volt? Ez valami madár, gyerekek, vagy mi ez? Éreztem be, azért hátamat rúgta a madár. Ez egy kicsit azért unfair volt, hogy... Még a madár is nekiugrik a keepernek, nincs elég baja. Hát mi a... Madaras trott anyát a balaga az, bazze. Hát nincs elég bajom, még a madarak még csepkedik a hátamat. Itt meg izé van, megjött a Józsi. Na itt azt szerintem megyünk a bógerkerbe, gyerekek, mert nagyon sokat gyűrek. Ezeket nem tudom itt ma kezelni. Fölfutunk oda. Jaj, vége van, gyerekek, szevasztok, befejeztük a pályafutásunkat szerintem. Jó, úgy. Kiütöttek. Mike Tyson nyakonvert. Hát gyerekek, komolyan mondom, hát ez... Eddig nem szoktam élni. Sose. Ebben a játékban ez nagyon jó lett, valahogy nem tudom, hogy jobban kézre áll, meg mint hogy egy picit könnyebb lenne, meg a loot az rengeteg van. És tényleg defaulton hagytam mindent, ahogy engedte, nyomtam egy startot, még random generált map, az csá. Írjatok, hogy szeretnétek ebből a gameplay sorozatot, vagy nem-e? Meg annyi, hogy hogy szeretnétek, hogy random generált map, vagy pedig azon az unalmas mapon tudjátok, azon ne akarjátok. Meg hogy esetleg hogy kell beállítani a random generált mapot, hogy jó legyen, meg ilyesmiket, nyugodtan, meg ötleteket, hogy hol telepedjünk le.
Ilyesmi. Tök frankó egyébként ez a játék. Tök jó ez a hold dolog, meg a jó a grafika. Szerintem ez egy rettenetesen jó játék lett. Az is volt, de egyre jobb, és most már ugye teljes verziós. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!